Kezi csókolom, szép estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. A mai vendégünk, ha jól gondolom, 3-4 éve tartozik elég szervesen hozzánk, mármint az Ente Ferenc Színházhoz, és úgy hívják őt, hogy van ilyen neve, hogy Borbála, van ilyen neve, hogy Zsuzsanna, meg van ilyen neve, hogy Vanda, és ez már egy kicsit többet elárul róla. Kovács Vandát kérem a színpadra nagy szeretettel. Segítek, hogy nehogy... Hát nagyon kedves vagy, Ferenc. Hová? Ahová szeretnél. De alapvetően a technikusok berendeztek minket, de odaülsz, ahol akarsz, mert ezzel tudunk nekik okozni némi problémát. Akkor jövök ide. Mert ugye a közönségnek azt is tudni, hogy megkérdezik tőlünk, hogy hova fogtok ülni. Ez azért érdekes, mert ránk teszik ezt a pici mikrofon, mert a technika már annyira erőre haradott, hogy körülbelül ekkora a mikrofon. És hogy így áll a fejünk, tehát nekem azért van ide téve jobbra, mert mindig jobbra fogok nézni. Így van. És így talán a mikrofonba is beszélünk. Jó, hát akkor úgy beletaláltam. Igen. Igen. Jó estét. Hát szia, Vanda. Szia. Ez egy olyan beszélgetés, amelynek nincsen semmiféle menetrendje. Értem. Nem is kaptál előre kérdéseket. Értem. Nem készültél előre válaszokkal. Nem, de kérdésekkel sem feléd. Helyes. Az nagyon jó, mert bizonyára én is érezném magam kellemetlenül, ha tőlem kérdeznének itt ilyen nagy nyilvánosan. Szóval általában én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy intim beszélgetés egy pár nézővel, akik olyan nézőink, akik úgy azért rendszeresen nézik a mi életünket. Etem. És ismernek bennünket valahonnan, valamilyen módon, és általában mindig megosztunk velük valami titkosat, ami csak itt hangzik el, és sehol máshol. Na most egy ilyen fog tőlem elhangozni. Vanda nem fog szeretni ezért. Nos. Nagyon vártam ezt az estét, mert végre tudok a Kovács Vandával 1 óra 15 percet beszélgetni. Mert a 3 és 4 év alatt, amióta itt van, azóta lehet összesen nem beszélgettünk együtt. Persze némi túlzás. Várjuk ki a végét, Feri. De a Vandáról azt kell tudni, hogy, és egy kicsit beszélek az elején, nem szoktam ilyen sokat, azt kell róla tudni, hogy ki van írva a próba, 10 órakor van próbakezdés, megérkezik Budapestről egy autóval, valakivel, aki ebbe kucorodik, mert nincs autója, nem vezet. De van jogsia. És egyszerűen azt érzi az ember, hogy berongyol a színészbejárón, majd eltűnik az öltözői rengetegben, és 10:01-kor, amikor mondjuk nevezzük 10:01-nek, nem biztos, hogy ez annyi, lehet, hogy éppen 10:15, 10:01-kor kezdődik a próba, hol van a Vanda? Arrébb ülök. És akkor mindjárt szólunk neki, mert lent az öltözőben biztos valami szánszot csinál. Ő úgy van, mint a virág, hogy a kutyájával bajlódik. Na mindegy, tehát hogy te egy különc vagy. Tehát kezdjük innen. Beszélj erről, hogy miért vagy te különc. Igen, nem mondhatom azt, hogy nem. Nem vagyok az. Valóban tudok renitens lenni, de nem a produkció ellen természetesen, hanem lehet, hogy van egy más ritmusom, amivel én nyilván nem akadályozni akarok egy próba folyamatot, de azért most nem arról beszélünk, hogy akadályoztatva van nem, a próba. Nem. De nem, egyébként valóban van... Nincs ennek nyoma a produkción. Stimmol. Csak annyi a nyoma, hogy folytassam, bocsáss meg, hogy folytassam. Eljön az első szünet, mit tudom én, 11 óra 15, vagy 11 óra 30, kimondtuk, hogy szünet, és Vanda eltűnik. Hát van, aki cigarettázik, én de nem. Akik cigiznek, azokhoz kimennek azok, akik nem cigiznek, és ugye beszélik, hát vagy a próbán történteket, vagy éppen a nagyvilágban történteket. Vanda eltűnik, újra elkezdődik a próba, stb. Ugyanez lejátszódik még kétszer, majd vége a próbának 14 óra 3 perckor, és csak mennék ki, hogy a Vandának még mondok valamit, és már egy kocsi megy el a Vandával.
Tehát, hogy egyszerűen nem lehet vele beszélni. Az az igazság, hogy közben meg tulajdonképpen azt gondolom, hogy abszolút közösségi ember vagyok. Lehet, hogy ezt egyéni módon oldom meg, de én szeretek tartozni egy csapathoz. Tehát ez nekem mindig nagyon-nagyon fontos volt. De mondom, hogy azért egy picit én is az elején kezdjem, hogy ez tehát a színművészeti főiskolán, ugye azt hiszem, ott 96-ban végeztem, valóban ott már az kezdődött, hogy én úgy mindig elvonultam. De hát most ezt én nem tudom felsorolni, hogy én akkor mit csinálok, tehát nyilván nem drogokat szedek, tehát nem feltétlenül telefonál, nem tudom, úgy elmegy az az idő, amit valóban igaz, hogy én szeretek magamban tölteni, tehát nem véletlen talán, hogy most novemberben lesz 3 éve, hogy kiköltöztem Csabánkára, amit nagyon-nagyon szeretek. Én egyébként egy gyulai csaj vagyok, tehát nekem azért Budapest az úgy betett, tehát eljött az ideje, most 48 éves voltam nyáron, hogy na ebből elég volt. De hát valahol vártad, de valahol nagyon régen vártad azt, hogy te budapesti nő legyél. Ezt én hallottam valahol. Hát akkor mondd el, hogy hol. Televízió műsor volt. Budapest. Televíziós műsorban mondtad egyszer a... Igen. Szerintem a Till Attilának. Beszéltél arról, Igen, akkor voltam a Bárka Színházban. Hogy vártad ezt a pesti létet? Mekkora koppanás lett? Uh-huh. Nekem ez nem jött be. Nem jött be, és nem is a munkák miatt egyébként, mert nyilván, ha most, vagy feltétlenül nézzük ennek a praktikus oldalát, nekem nincsenek gyerekeim, valószínűleg már nem is lesznek, mert elment az idő, rossz döntések, mindegy, ez egy másik téma. Beszéltünk róla. Nem fogom sajnálni, ez is nyilván ki fog egyszer csak derülni az életembe, de egyszerűen én egy olyan ember vagyok, akinek borzasztóan fontos a környezete. Tehát lehet, hogy éppen a 7. kerület, Dózsa-György út 44, 1/14-ben volt a lakásom Budapesten, imádtam a lakásomat. Nyilván van, aki bírja azt a létet, vagy nem zavarja azt, hogy most tőle 3 méterre lehúzzák a WC-t, hogy hangos gondolok. De nekem egyszerűen kell az az időpont, amiatt, mert őrület, hogy mit megyek. Nyilván ebben ezzel nem vagyok egyedül, nyilván önök is, mint a mérgezett egér. Utazok, úton vagyok, meglátom a piros utazótáskámat, már van olyan, hogy belerugok, mert Istenem, megint menni kell, de közben meg ezt szeretem, ezt imádom. És egyszerűen szükségem van arra, hogy azokra a saját időkre, amikor én föl tudok töltődni. És bizony ez egy próba folyamatban is tud így lenni. Hogy ott vagyok, oda rakom magam, beleállok abba a próbába, abba az időszakba, kommunikálok, de utána akkor tegyük föl az a 10 perc, vagy az a nem tudom, akkor tényleg az van, hogy én eltűnök. Tehát erre valóban erre nem mondhatom azt, hogy de hát ez nincs így, Feri. Egyszerűen nekem szükségem van ezekre az úgymond magánidőkre, vagy nem de tudom. De nem abból vannak ezek a... Hogy? Nem abból van ez az érzetet, hogy valahogy én, mintha azt venném észre. Igen. Hogy idő kell ahhoz, hogy bárkit közel engedj magadhoz. Mert hogy persze van a történetünk mindenkinél, aki itt ül ebben a székben, vagy ezen a kanapén, nyilvánvalóan azért ül itt, mert nálunk szerepel, nálunk játszik, nálunk tölti életének egy részét. Igen. Próbákat, előadásokat készítünk közösen, és mivel többször is megtörténik ez nyilván, ez utalhat talán arra, hogy nem érzi magát rosszul Salgótarjánban, ebben a közösségben. Bizony. És emlékszem az első találkozásunkra, amire már te is emlékszel, mert mi találkoztunk régebben is, csak arra te nem emlékszel, mert akkor még ugye főiskolásként nem volt a szemed a Kocsis Palinak a rajongó táborán, mert a Kocsis Pali Salgótarjáni. Igen, azt tudom. Kocsis Pali nagyon jó ismerősöm. És neked osztálytársad volt a Pali. Így van. És én ott vele találkoztam egy pár alkalommal. Csak szabad, ne felejtsd, amikor a kollégiumban emlékszem, hogy hát nyilván nem volt túl sok pénzünk, illetve nekem igen, mert én ösztöndíjas voltam, mert én tanultam, mint az őrült, és volt egyéb, hogy kicsit több pénzem volt, mint a többieknek. És emlékszem, hogy a Pali nagyon sokszor készített tejbegrízt. És a kanállal ilyen kis lankákat rakott. És nem viccelek,
étolajat öntött bele, és mondom, ez mi? Azt mondja, hogy itt Tarjánba állítólag ez szokás. Hát mondom, aztán, hogy ez most kamu volt, ez ugye csak a kocsis paléknál volt így, azt nem tudom, azt nem tudom. Hát mindegy, hogy tartalmasabb volt így a tejbegréz. Az egészen biztos, hogy akkor lehet, hogy ezzel egy hétig kihúztam. De ő azt mondta ilyenkor, hogy Tarjánban állítólag ez szokás. Visszatérve arra, amit igen, mondtál, hazatérésnél, hogy... hazatérésnél találkoztunk itt. Lejött és Salgótarjánba megnézni Gyurma barátod rendezését. Igen. És előbb jöttél egy picivel, és akkor ott az aulában beszélgettünk. Bizony. És innen indult a te Salgótarjáni létezésed. Hát az volt, vagy öt hát régen volt. Körülbelül, igen. Régen volt. Igen. És hazatérés egy érdekes találkozás. Kovács Vanda vélhetően nem tud beszélgetni úgy magáról, hogy ne beszélgessen egy emberről, aki biztos, hogy valamilyen szinten meghatározta az ő életét. Erről van egy videónk, remélem, hogy Zoli pont azt a videót fogja elindítani, yes, amit én most szeretnék. Szosom. Nézzünk egy pici videót. Ebből a ominózus, egy ominózus tévéműsorból a Lajosnak, a Kovács Lajosnak a videóját indítsuk el. Aki az apukája, ha valaki nem tudta volna. És hogy ki is az a Kovács Lajos, aki nem ismer, látnak tőled, ne aggódjál, mindent látnak. Csak az a lényeg, hogy a technika ne vicceljen meg bennünket, a projektor működik, és mindjárt el is fog indulni. Jó. Jaj, igen, ez a tillatillás. Igen, igen. Édes. Na, indítsuk el. Van ott ez a kis, meg egy kis hangot rá. Örülök mindazonnak az embereknek, akik észreveszik a benned elő zsenialitást, amit nem tőlem, hanem bizonyos Molnár Juliannától örököltél az édesanyámtól, tehát a nagymamától. Ő nem csinálta meg a színész karrierjét, vagy színész pályáját. Ő vasutas volt, és aztán cukorbajba is mindenféle szívinfarktusba elhalt, meghalt, de a tehetségét a véredbe öntötte. Tehát neki köszönheted valójában az elképesztően tehetséges véredet és eszedet, szívedet. Egyelőre ezt még nem vették úgy észre, hogy kéne. Ez így van a mi országunkban. Ő mindig is így volt. Velem is így volt, de teszek rá. A tehetség az mindig felüti a fejét. A tehetség ugyanis elpusztíthatatlan. Te az vagy. Aztán én befejeztem, akkor te ne hagyd abba. No, hát ez volt ez a pici kis jelenet. Itt még volt kutyám. Jaj, hát nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit meg is visszatolta visszatolta a könnyeit. Igen. Könnyű egy ilyen apával? Hát könnyű neki egy ilyen lányjal. Most erről lehet, hogy inkább őt kellene megkérdezni. Hát nem könnyű. Nem könnyű, de egy nagyon izgalmas lét. Én borzasztó, talán túlzottan elfogult is voltam az apámmal, ami lehet, hogy persze valahogy azt mondhatjuk, hogy ez természetes. De aztán eljött egy idő, nem tudom miért, nagyon szeretem az édesanyámat, édesapámat, nagyon szeretem a családomat, de nyilván nekünk pont az apuval a közös pálya miatt volt egy plusz kapcsolódásunk. De aztán valahogy eljött egy pont, emlékszem ezt egy masszőr barátom mondta, hogy mindig, hogy te beszéltél az apukát, és valahogy úgy fogalmazott, hogy olyan jó, hogy most már, ez idézőjeles, hogy most már az apukádat így profilból is rá tudsz nézni. Ez nyilván azt jelenti, hogy nem feltétlenül ezzel az nagyon elfogadó vagyok vele szemben, természetesen. Ő egyébként baromi kritikus velem. Baromi kritikus, ő egyébként egy nagyon ösztönös ember, tehát ha beszélgetsz vele, akkor ezt többen mondták így barátaim, hogy valahogy úgy érzik, hogy egy olyan 5 perc alatt fogalmazunk így, hogy úgy ott vagy a tenyerében. Mert annyira figyel rád.
Tehát ő nem úgy beszélget, hogy nem is közben, hanem akkor ő tényleg rá csekkol arra az emberre, és akkor az az ember van ott. Nem könnyű, de azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas a mi kettőnk kapcsolata, és hát az egy nagyon nagy erő, ha nyilván nem is vagyunk minden nap telefonos kapcsolatban. Az édesanyámmal az utóbbi időben sokkal többet beszélek telefonon. Találkozni nyilván nem olyan egyszerű, hiszen Gyulán élnek, én meg Csobánkán, de hogy mindig érzem, ezt nyilván értik, hogy úgy itt vannak. Tehát az az erő, vagy az a család, a nagyszülők, a dédszülők, tehát az egy borzasztó, és nagyon, tehát hogy egy nagyon inspiráló erő, hogy ők így vannak, tehát azért a szemükkel mindig. Szokták volt mondani, hogy színészszülők akarják-e, hogy a gyerekük színész legyen, vagy tolt-e téged ez irányba, vagy ellentétes irányba? Nem. Ő egyáltalán nem támogatta ezt a dolgot, sőt, én azt hiszem egyébként, hogy a pályán egyébként szerencsém az, én azt gondolom, hogyha bárhol dolgozom, akkor nem úgy kezdik, hogy na, akkor itt van Kovács Vanda, a Kovács Lajos lánya. Tehát ez nem baj, hogy így alakult, mert én is megcsináltam a magam útját, a magam buliait, és nem azért kaptam meg éppen egy filmszerepet, vagy egy szerepet, mert az volt, hogy ja, ez a Lajos lánya. Nem. Én egyébként nagyon sokszor mondtam, vagy kérdem, hogy édesapám, hát azért emeld már meg a telefon, aztán próbáld már meg a lányodat. Ebben egyébként nagyon önző is, hogy csögül. De mondom, közben meg egyáltalán nem baj, hogy ez így alakult, mert így külön szépen mindenki csinálta maga útját, és akkor nem az van, hogy ja, azért van benne a Vanda, mert ő a Lajos lánya. Egyébként visszatérve, képzelt verés, képzeljék, amikor először mentem felvételizni a színművészetire, hát ez egy kegyetlen sztori valahol, meg szép is. A Viktor Abantunk volt, beültem hátra, én ugye egyedül készültem, nem engedtem, hogy bárki meghallgasson, amikor volt időm, vagy kiszöktem óráról a budiba, ott tanultam a 15 verset, monológ, ugye ez a standard, és apa vitt ki az állomásra, mert ugye egy színművészetén a felvételi, az három forduló. És ugye mentem az első fordulóra, és én így remegve néztem a visszapillantóból, hát csak mond valamit, hát valamit. Tudják, mit mondott? Azt mondta, tudod, amikor kirúgják az embert, nem is tudom, azt hiszem, őt másodszorra vették föl, tehát volt valamilyen alapja, akkor olyan ködös minden, olyan ködösen látsz. Azt, ami nem van, ezt nem hiszem el, hogy ezzel indít útnak, vagy most mi van? Zokogtam, kiszálltam, felszálltam a kispiros vonatra, ami átvitt Békés Csabára, elindult a vonat, majd ezt hallom, Vanda! És így kinéztem a vonatot, és azt láttam, hogy fut a vonat, és mondta, hogy szeretlek, kislányom. Szóval nem könnyű. De működik. Tehát hogy azért a mérlegnek mind a két oldala. De ott van Dennyi. Igen, hát ő egy nagyon izgalmas egy pasi. Közös élmény, színpadi élmény, vagy filmes élmény? Volt. Az első közös. Egyébként ezek mindig véletlenek voltak. Hát, egyébként ez sem véletlen, hogy véletlenek voltak. Az egyik például az első ilyen alkalom volt, akkor azt hisz, igen, akkor még mindig főiskola előtt voltam. Miskolcról vettek föl negyedszerre, a színére kitartó voltam. Az Úrhatnám polgárban apa játszotta a Zsurdent, a főszerepet, és a lányát, a Balogh Csilla nevű nagyon tehetséges színésznő, azóta egyébként ő már nincs a pályán, más csinál, de boldog ember. És nagyon beteg lett a Csilla, vagy azt hiszem egy másik előadásban, hogy úgy rántották őt le, így térdre kellett őt rántani, hogy kificamodott a bokájában, és ez a délben jött a telefon, hogy a Zsurden lányát, a Lucilt el kell játszani az esti előadáson, Árkosi Árpi rendezte, be kell ugrani, Jézusom, Vanda gyere, ráadásként én ott akkor pont nagyon beteg is voltam, lázas, nyilván ott görcsöltem, hogy fogom én ezt megcsinálni, meg apám, meg... Volt egy próba, ahol ráadásként volt egy olyan jelenet, amikor nekem epilepsziás rohamot kellett volna ugye ott produkálnom, és nem mertem próbám megcsinálni, hogy na, akkor mi lesz itt este, hogy hát ez a kislány ezt nem fogja tudni megcsinálni. És,
és soha nem felejtem el apának azt a hangsúlyát, hiszen ugye a darabban is a lányát játszottam, hát persze, hogy megcsináltam. Hát röpült ott minden, a ruhám, a cipő át, a köpködtem a műfüvet, nem tudom. És ugye apának az a válasza erre, hogy ugye a lányot a Lucid hisztizik, hogy jól van, lányom. És apa hangsúlyából annyira lehetett hallani, hogy jól van, lányom. És akkor megnyugodtam, hogy jó, akkor ez most jól sikerült. Neked nyilván furcsa volt, hogy színpadon nyilván a szerepből, tehát ez volt az, hogy utána kellett szólni, hogy apa, vagy stb. De ez egy nagyon szép élményem volt. A Bárkán szintén egy véletlen volt, elkezdtek egy próbaidőszakot, és olvasó próbán úgy megbetegedett a lányát játszó színésznő, én pedig pont szabad voltam, hogy akkor én abba beugrottam. Ez azt hiszem Harold Pinternek egy darab, egy borzasztó nehéz 4-5 szereplős darab volt, amiben én egy olyan lányt játszottam, aki már meghalt, halott, apám az apám volt. Az is egy izgalmas ügy volt. Én egyébként színházban is nagyon szerettem őt lesni, figyelni, de forgatásokon is. Na most, ő még ilyen elvonulós egyébként. Tehát azért az apuban is van egy ilyen dolog, és nem csak azért, mert hogy ő most nem tud megnyílni, vagy dehogy nem, hanem nyilván azért, mert ezekben az időkben ugye ő készül, sőt, ő színpadon, és én is űztem egy ideig ezt, de aztán lezavartak az öltözőbe, hogy ő nem ment le akkor az öltözőbe, amikor neki nem volt jelenete, hanem ő a színpadon öltözött. Ezt egy ideig csináltam én is, meg büfé, meg nem tudom, hanem hogy végig benne maradok a produkcióban. Figyelem, hallgatom, és onnan belépek. Tehát nem büfécske, meg kávécska, meg cigicske, meg nem tudom mi, mondjuk, két nagy monológ között, hanem végig benne vagy ebben a történetben, úgyhogy volt mit tanulnom, vagy talán úgymond így másolnom is tőle. Tudom, hogy gesztusaimba is, stb. Azért vannak dolgok, amikbe így hasonlítok rá. De egyébként én azt gondolom, hogy visszatérve, bár kicsit korábban kezdtél el erről beszélni, hogy talán nem tudok úgy megnyílni, vagy hívhatjuk úgy, hogy egy kicsit talán, hogy még nem is az, hogy bizalmatlan vagyok, de például vagy visszahúzódó, de például pont a Marjai Virág művésznő, aki nekem nagyon, nagyon nagy barátnőm. A Virág mondta, hogy mi azt hiszem, hogy a Kakuk, nem a Kakuk Macin. De. Nem, de. Igen, igen, ott dolgoztunk, de nem ott találkoztunk másodszorra életünkben, hanem premiéren voltunk a képzett beteg premierén. Hát mert egy együtt szerződtetek egyébként, igen, egy időben szerződtetek, igen, arra a produkcióra, és nyilván és mi ott találkoztunk, igen, és aztán mi előtte már találkoztunk a Zimmer Feri 2 forgatásán, és amikor itt találkoztunk ezen a premiéren, akkor a Marjai Virágnak a barátja, az Osgyán Misi volt kocsival, és én megkértem a Misit, hogy hazavinnének-e Pestre. És később tudtam meg, mesélte a Virág, hogy ő mondta a Misinek, hogy ne, most kicsit csúnya szót fogok mondani, de hát, hogy ezt a Virág tudja mondani, azt imádom, azt mondta, hogy Vanda az egy szararc. A Vanda az egy szararc. És mondom, hogy micsoda. És az történt, hogy éppen ott a Zimmer Feri 2 forgatásán én lehet, hogy pont fáradtabb voltam, vagy nem tudom, és ő ugye ott próbált volna kommunikálni velem, én meg úgy be voltam húzódva a csigaházba, és akkor ebből ugye azonnal leszűrjük, hogy ja, akkor biztos ez az ember bunkócska, meg nem lehet vele beszélgetni, és hát aztán mi a Virággal ugye rengeteget utaztunk együtt, rengeteget beszélgettünk, és hát világi jó barátnők lettünk, és rájött is, hogy Jézusom, nem lehet így megítélni. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy végül is Kovács Vanda nem szarar. Nem szarar. Okay. Ez egyébként jó cím is lehet ennek a beszélgetésnek, hogy Vanda nem szarar. Nagyon jó tőlem. Mégis jó. Valahol a tervek között szerepelt ez az ominózus Zimmer Feris sztori. Igen. Talán felleltünk a neten egy 40 másodpercet, nézzünk már bele, nem tudom, hogy mi ez a rész. De nézzük meg, hát ha benne vagy, nem tudom. Lehet. Aztán lehet, hogy nem vagy benne, ha nem, akkor elmesélhet. Lehet, hogy benne hogy vagyok, nem csak nem hasonlítok magamra. Na nézzük. Benne vagy a kávéfőzős témában? Benne. Hát akkor benne leszel. Zsózsika, hol a büdös szanzban vagy? Gyere már ide! Tessék, apuka! Hát miért kell nekem teletorokból üvöltöznem utána órákig, amikor mindjárt itt az első turnus? Gyere ide, kislányom! Elmagyarázom ezt a szart. Vannak itt fogások. Látod ezt a kis szűrőbizbaszt?
Ez itt, ez egy betét. Yes. Takarék betét. Ezzel pontosan két kanál kávét spórolunk. Ezt ki nem veszed soha, érted? Soha. Csak ha ellenőrzés van. Te meg mit ácsorogsz itt? Keresd meg velem a nénédet. Most figyelj. A kávé ebben a dobozban, a jobb oldaliban. A balban föld. Nem felcserélni. Föld? De apuska, milyen föld? Szülőföld a kertből. Ne zavarj össze! Figyelj, ebből egy kanál alulra, hogy ne tömődjön a szűrő. Aztán földet rá! Na, hát ez borzasztó. Szép kis cukinkerek voltam. Bár emlékszem, az olaszági barátnőm azt mondta, hogy Vanda, az a te formád, az a te formád, az a kis cuki, az a kis duci. Jó van, hát mondom, hol így, hol úgy. Lehetett szeretni ezt a forgatást, én ezt a filmet? Én imádtam. Érdekes filmekben voltál, az a két, ami biztos nagyon sok filmben voltál, mert mielőtt azt mondanám, hogy csak kettőben mondom, nyilván volt a Tüskevárban, és láttak meg itt ott, de a két film, a Csini Baba, meg ez a... Igen, a Cimmer Feri. Cimmer Feri, a két különleges világú film. Uh-huh. Tehát nem az csak, hogy megyünk, játszunk, csináljuk, hanem itt ilyen fura dolgok. Igen, mert technikában is ugye olyan dolgokat kért tőlünk a Péter, hogy ugye mi, én most itt lassan... Csináld. Igen, muszáj innom. Kérsz? Muszáj a bumimenteset, köszönöm. Akartam kérdezni többször. És hogy ezeket így lassan kellett mondani, csinálni, és ugye egy technikában, én nem tudom, hogy ez én ehhez nem értek, ugye az fölgyorsítva látja a néző. Tehát gyakorlatilag ugye ezt a Csini Babába is használta a Timár Péter ezt a technikát, meg a Cimmer Feri egyben, kettőben is. Én egyébként megvallom őszintén, a Cimmer Feri kettőt nem szerettem. Én azt gondolom, hogy egyébként azzal a Péter se volt elégedetlen a nézőkön túl. Gyakorlatilag néma csönd volt a premier bemutatóján, tehát borzasztó kínos volt. Hát ez egy elkapkodott ügy volt. Az volt, hogy a kálonista, ugye a producer azt kérte, hogy na, akkor gyorsan kell egy kettes rész, akkor nyilván a Péter ír gyorsan egy forratolni, tehát ez el lett kapkodva. De az első rész, vagy a Csini, hát azt imádtuk. Tehát a Csini Babán is nyilván az összes színésztől szerelmes volt az operatőrbe, ahogy azt annak lennie kell. Hát ezek nyilván mind ilyen plátói rajongó. Tehát olyan hangulata volt az egésznek, olyan szeretet és könnyedség ölelte át szerintem magát a munkát, hogy az ott van a vásznon. Tehát az megjelent. Én ugye akkor lettem nagyon jóban Nagy Natival, a Nagy Natáliával, amikor volt időnk, volt olyan, hogy nem forgattunk, vagy éppen nem volt színházi elfoglalás, csak akkor a Natinál aludtam, sütöttünk 4-5 féle süteményt, főztünk a fiúknak, bevittük másnap forgatásra, amikor mi nem dolgoztunk, tehát az úgy ott van a vásznon, ez a... Nagyon szerettük egymást, és nagyon jó munka volt. Meg hát ez egy nagyon jó forgatókönyv is volt, de szerintem a Cimmer Feri egy is. Te szeretsz forgatni? Imádnék. Igen, nagyon régen. Régen nem forgattam, ilyen pici dolgok voltak. Hát utoljára végül is ez a repülős sorozat, csak most nem jut eszembe a címe. Tudom, mire gondolsz, nekem sem jut eszembe a címe. De azt például nagyon szeretem. Mondod, hogy nem szeret forgatni, Anger. Most az jutott eszembe, hogy legutóbb, amiben láttalak, az valami nem egy izé volt, tehát nem egy... Valami epizód lehet. Nem, valamit reklámoztál tévébe. Abba láttalak legutóbb. Jaj, Pipakrén reklám volt. Na, hiteles volt. Na hát az a karakter is, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, de hát igen, viszont a Herendi Gábor rendezte, nyilván hallottak róla a filmrendező, ugye a legutóbbi filmje a Kincsem? Igen, volt ilyen. Volt. Na most képzeljék el, amikor egy filmrendező, van egy pici időnk, állunk egymás mellett egy fűtőtest, hajnali egy óra, hulla fáradtam. Azt mondja, mi van veled, nem láttam mostanában a filmekben. És így ránézel, hogy Gábor, miért nem hívsz? Tehát, amikor ezt egy filmrendező kérdezi, mondom, szerinted? Most rá mondom, de mondom, Káborkám, hát hívjál, angyalom, hát, és akkor megyek, és forgatom. De nagyon szeretek. Egészen máshogy működik az ember nyilván egy kamera előtt, meg más követem meg, mint a színpad. Nagyon szeretem. Na, azt ugye most hallottuk, ezt kibeszélted, hogy a Szeretem film az volt a Csini Baba, meg a Cimmer 1. Igen. Hogy ez ilyen Szeretem film. Szeretem színház. Szeretem színház. Hát ami nekem, beszéljünk akkor az utolsóról. Az utolsóról. Beszéljünk úgy, hogy... Nem, képzeld el, hogy nem az jutott eszembe. És nem azért, hogy hazabeszéljek. No.
Osztrovszkij. Hát én imádtam. Te a közönség is imádta, képzeld, már kétszer ment. Egyrészt azért, mert én imádok a Vándor Évivel együtt dolgozni, én imádom azt az asszonyt. Másrészt szerintem egy... Ennek nagyon örülök. Másrészt szerintem egy gyönyörűséges dolog lett. Tehát mindenhogyan, látványvilágában, jelenetek, szövegek, nagyon összeérett a csapat, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy valahol mi majd csinálhatjuk ezt. Nyilván újra kell tanulni majd az egész anyagot, mert tényleg kétszer ment, ugye? De nekem például jó percet a Frida Kahlót is nagyon szeretem, de az is most már le van véve szerintem a repertoárról, de hát azért, hogyha már itt vagyok most közöttetek, akkor nyilván olyan produkcióról fogok beszélni, amit itt csináltam. Az utolsó olyan élményem, most nyilván majd jön a Nem élhetek muzsika szó nélkül, amit én nagyon-nagyon szeretem, és tényleg fájérte a szívem, tehát ezt azért mindig, ha az Évivel beszélek, vagy most a Jakab Csabával találkozom holnap, mert ugye az itt a reklám helye, de hogy holnap a Goldoni Hazugot fogjuk játszani, amit a Feri rendezett Vácon. A Csabával is mindig emlegetjük, Farkas Zolival, nagyon-nagyon szerettük ezt a darabot. Hát jó, hát ha beszéltünk így az erdőről, akkor idézzünk fel belőle valamit. Az erdőből. Készültem, hogy ezt fogod mondani. Komolyan? Hát be van készítve. De jó! És nem beszéltük meg. Jó, bekészítettük az összeset. Ja. Valamelyiket hát, ha mondom. El se hiszem. Évi! Gyere be, Ulita, gyere már! Parancsoljon, aranyanyám! Új le! Új le! Hallgatom, csillagom! Istenem! Ja! Te ismersz engem? Tudod, milyen szigorúan tudok figyelni az egész házat? Tudom, ismerem, hogy ne tudom, persze! Akszusának nem hiszek! Ravasz kis liba! Gyakran találkozik Alexei Szergejevicsel, a mi kis diákunkkal. Én nagyon nem szeretném, ha túl sokat viselkedne vele. Előttem nem meri, ugye? De hát én nem lehetek mindenütt meg. Találkozhatnak akárhol, ugye? A kertben, a házban, bárhol, hátam mögött. Úgyhogy kérlek, sőt, megparancsolom. Értve vagyok. Értve, értem, nagyságám, lehetek nyolok kezetkőt. Hogy én hogy megértem magát, hát az valami csoda. Hát én már régóta járok utánuk, mint az árnyék. Hát egy lépéssel tennek nélkülem, ahol ők vannak, ott osonok én. Ezért szeretlek, mert hogy ki tudok találni a kérdésre. Tudom, aranyanyám, hát széttéptem a ruhám, összemart a család, ott csúsztam, másztam a bokrok között, hogy hallgatózzak, mit beszél? Széttéptem a ruhát, hát adok én neked egy karcsút a rongyos helyet. Jó. Aj. Az előbb is találkoztak. És mi volt itt az előbb is? Ez a bolond kárt, ez mindig megzavar, de azért egyet s mást észre tudtam. De mit tudtál észrevenni? A lány! Nagyon kedves a fiú. Bosta! De a fiú! Ő, mintha így... mintha azt mondaná, hogy nem kívánom! Sőt! Ez nagyon jó szemem van, és mintha a fiúnak valaki máson járt volna az esze. Na, hogy neki mindjárt az esze, azt te nem tudhatod. Most egy kicsit túl létel egy célhoz. De azért minden igyekezetem. Hát minden igyekezeted ellenére se tudsz belelátni más ember agyába. Úgyhogy ezzel most ne próbálkozzál, jó? Az a baj ezzel, igen. Hogy nézném. Én meg játszanám, Feri. No, nagyon hát szerettem. Bekészítettük. Illetve nagyon szeretem.
Betettünk, bekészítettünk egy másikat szabad. Is, de azt már nem játszunk be az erdőből, az Imivel való kis... Jaj, ez a kis szösszenet. Ez a kis szösszenet, de az a baj tényleg ezekkel a bejátszókkal, hogy az ember tényleg megszeret dolgokat, és, uh-huh. és sok ilyen rossz emlékem van nekem is, hogy csinálunk valami jót, és nem az az élete, amit gondolunk. Igen. Aztán néha másnak van élete. De tehát ez... ha azért én nem bízom, hiszek. Ja, alapvetően akkor mindig van a beszélgetésnek egy olyan része is, amikor ugyan nem beszélünk össze, de magasztalni Igen. kell a Zenta Ferenc Színházat. Most ez Jó. következne. Jó. Hogy, hogy hogyan érzed te magad egyébként itt Salgótarjánban? Hát az a helyzet, hogy még valamit kérdezni akartál? Nem. Hogy nagyon jól. Nagyon jól. Én nagyon-nagyon jól. Nekem az idekerülésem az egyébként úgy történt, hogy a Thália Színházba átszerződtem, a Centrál Színházból, ahol 5,5 évet voltam. Jó döntés, rossz döntés, mindegy, megtörtént a Táliába, ahol egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok. Talán egyébként még szerencsésnek is mondhatom magam a pályámon, mert talán először volt az a pályámon, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt úgy elgondoltam, vagy terveztem. Meg hát nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ők azt megígérték. és egyébként aztán borzasztó tehetségtelennek éreztem magam, lefúrt lábú, lefúrt lelkű voltam. Nem, tehát egyszerűen kiderült, hogy egyébként sem az én közegem. Tehát ez nem véletlen, hogy ott úgy alakult. Úgyhogy én onnan eljöttem, azt hiszem, akkor volt talán 2014. Igen. És akkor felhívtam a Gyurmát, a Gyuriska János barátomat, és akkor meghívott, hogy nézze meg ezt a produkciót, akkor találkoztam a Ferivel, akik azon túl, azért ez egy mentőv is volt nekem, hogy ide jöhessek dolgozni, és pluszban még a Játékszínben volt, tehát két produkcióm volt egy évadban, a Gombóc Artúr, és hát az a helyzet, hogy én itt nagyon megedződtem. Tényleg. Tehát az elképesztő, azt hiszem, hogy fogalmazhatok így, hogy alázat és harcedzettség, amit én itt tapasztaltam, hogy nem feltétlenül akkor fog működni a dolog, és ezt nyilván tudjuk az életünk más területén is, hogyha most aztán annyi pénz van, meg minden olyan profin működik meg. Nem tudom, lehet, hogy én egyébként az én személyiségem is egy olyan csaj, aki hát élem én ott az életemet Csobánkán, jelenleg nagyjából egyedül, tehát azért nyilván egy ház, egy kedet. Mindegy, itt most ezt csak azért mondtam, hogy ez a harcedzettség, hogy egy borzasztóan alázatos csapat, akik hát nagyon sok mindenben engem is alázatosabbá tettek. Tehát én nagyon sokat tanultam itt az útonlevés, az alkalmazkodás, a ilyen helyzet, olyan helyzet, és egyszerűen megedzi az embert, és baromi alázatossá teszi. És ezek az emberek kezdve az Edith nénitől, vagy akik ugye itt eleve alapító tagok voltak, a Hédi és a többiek, az Albert Peti, a Farkas Zoli. Hát meg én nagyon hajlamos voltam, vagy sokszor még vagyok, de most már rajta kapom magam, hogy úgy fölpörgök a dolgokra, hogy nem, van is egy ilyen mantrám, hogy mi van, hogyha dolgokat akkorának látom, amekkorák. És ez nagyon sokszor segít. Úgyhogy a másik dolog, ami miatt, és ezt szerintem egyszer mondtam is neked, hogy nem feltétlenül az, hogy most ha elmegy egy helyre, vagy egy új helyre, neked úgy meg kell játszani magad, vagy nem tudom, de valahogy Salgótarjánban, vagy ebben a csapatban, és ezt erre tisztán emlékszem, hogy ezt mondtam neked, hogy én itt tényleg, tehát hogy én itt vagyok, aki vagyok. Hogy nem kell rápakolnom, és ennek nyilván az az oka, hogy baromi elfogadóak. Ami nem azt jelenti, hogy akkor most nyilván nincs elkapva, fogalmazzuk így az embertöke, ha kell, de hogy egy nagyon elfogadó és befogadó csapat, ahol tényleg, tehát nincs szükség rá.
Tehát, hogy rád néznek, most játszod az, és azt mondják, hogy jó van, Vanda. Tehát nincs szükség arra, hogy ez például egy állati jó dolog, és ezt nem sok helyen tapasztalom. Tehát ami azt is jelenti, hogy nem olyan sok helyen érzem magam igazán jól. Mert nyilván, ahol az ember önazonos tud lenni Vandaként is, nem csak a színészként abban a szerepben, azért azok az igazán jó és kreatív helyek, én azt gondolom. Már jól esik, hogy ilyeneket mondasz hát, magadtól. De ez van. De pontosan azt mondtál, amit leírtunk neki, úgyhogy hibátlan. Nem így van. Másodszor hallottam ki, ez alatt a 43 perc alatt a beszédedből azt a szót, hogy ami több is, mint egy szó, igen, hogy egyedül. Igen. Ez zavar téged? Hát, hogy egyedül vagyok. Hát tulajdonképpen érdekes ez, mert... Mert most egyedül létre gondolom arra utalsz az egyedülre, mert van országos barátod, a Szararc, ugye, aki a jó barátod. A Szararc! Hogy itt valami igen, pasi egyedül van. Egyébként azért érdekes a dolog, mert hogy van pasi. Tehát a pasi van 17 éve, ő egy grafikus, Eszes Attilának hívják, de az... Tehát nem magányos vagyok, hanem azért vagyok egyedül, mert úgy alakult az életünk, hogy én ugye Csobánkán élek, meg még ahova mennem kell a piros utazótáskám, amit van most az öltözőben, és az Attilának pedig Dunaszerdahelyen van nagyon sok munkája, ami ugye Szlovákia, nincs a világ végén, mert mondjuk Csobánkáról éppen tegnap ugrottam el hozzá, az egy olyan 2,5 óra út, de hát nyilván ezt napi szinten nem lehet, tehát nyilván egy csomó minden, de azt gondolom, hogy lehet, hogy a közönség közül is vannak így néhányan, hát hogy most nekünk ezt kell így megélni. Ami nem, tehát nem mondom azt, hogy most én nem mondom azt, hogy hű, de boldogságos így. Egyelőre ez van, aztán majd meglátjuk, hogy. De hát muszáj használnom ezt a szót, hogy egyedül, mert hát mégis nagyon sokszor vagyok, ugye egyedül a... Igen, de fura azért, hogy így használod az egyedül. Most ebben nyilván Mert hogy nem véletlen, hogy te ebből arra a következtetésre jutottál, hogy akkor lehet, hogy a Vanda nem is él párkapcsolatban. Hogy, hát igen, sokszor nyilván, mert olyan helyzetekben, ahol azért baromi jó lenne, hogyha... Jó van, oké, hogy hadszedzett csaj vagyok, vagy lehet, hogy Amazon voltam valami előző életemben, de hát nyilván azért egy férfi energia, vagy egy férfi erő az azért bizonyos dolgokban az baromi fontos lenne. Nem csak azért, mert a létrára föl kell menni, tehát kihozom, én meg fölmegyek. Nyilván az életnek egy csomó más területén, de hát menni kell, csinálni kell, és akkor tényleg dönthetsz úgy, hogy ez jó így neked, és csinálod, vagy nem. Én egyenlőre elfogadtam ezt a helyzetet, csak hát igen, sokat vagyok egyedül, mert nagyon szeretem az Attilát, nyilván, hogyha nem szeretném őt, akkor nem működtetném, vagy működtetnék ezt a dolgot. Jó, nem tudom... Attiláról is van valami videó. Nem, ebből nem készültem. Ebből nem készültem. Bár nyilván ennek is megvan a története, ezt is kibeszélem, mert nem vagyunk sokan. Amire utaltam a beszélgetés elején, hogy a Vanda egy zárkózott nő, egy elvonulós nő, nem egy könnyen nyíló nő. Tehát nem azt mondtam, hogy Szararc, mert nem az. Eltelt 3 év úgy, hogy... Tényleg nem beszéltünk, és nem tudom, most fél éve volt egy előadás valahol, nem tudom hol. Igen. És leültünk, és beszélgettünk 40 percet. És le voltam döbbenve, és erre próbáltam utalni, hogy lehet, hogy idő kell ahhoz, hogy valakivel 40 percet beszélges. Mert úgy gondolom, hogy az a beszélgetésünk, amit nyilván nem fogok itt most kibeszélni, az egy nagyon közvetlen, őszinte beszélgetés volt, amiből azt vettem észre, hogy nézd már, ezzel a nővel lehet beszélgetni. Nem csak arról, hogy éli meg a kulcsárnő szerepét, vagy éppen az egyik Weston lánynak a baját, vagy a cigányasszony a Kakukkmarciba, vagy éppen a Szent Péternek a fekete asszonyát, vagy a hirtelen most elsoroltam egy pár darabot, majdnem az összeset, amiben Salgótarjánban
szerepelt, és most jobban végig gondoltam, ugye egyet nem mondtam a rettenetes szülőket. Meg az ugyanaz hátulról. Igen, ugye? Meg a még egyszer hátulról, így van, hogy majd nagyjából mindig rendeztem. Most, hogy így igen. Végigfutottunk ezen. Nem tudom, van a cigányasszonyból valami kis jelenetünk? Tehát a Kakukk Marciból? Hát azt azért úgy nem nézném most meg. Pont megnézném. Olyan régen volt, nekem meg ez a szeretem előadás. Igen. A Kakukk Marci. Nagyon sajnáltam, hogy korán véget ért a küldetése, és talán többet futhatott volna ez is, mert hogy nagyon jól együtt volt a csapat. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát nézzük meg, hogy mi volt. Te ide szegődtél tanicskázni! Nézzenek oda! Úgy kelti Csurinél, mintha máskor bizony polgármesternek szegődtem volna, hogy egy kis kenyérre valót szerezzek. Jó, abba kezded, és ott ahon akarod! Igen, Marci! Szép vagy! Hát ez a te ígéreted! Kellett, hogy engem balandítsál? Most meg mással kezded ki? Ilyen nem, mint ez? Vén majom meg a kölve! Rozi, ez jó! Kacaghat! Azt nem bánom rajtunk! De majd mindjárt nem fogsz kacagni magadon! Mert tudd meg, hogy az urad! Mit az urad a latrod? A bolynyik! Ma! Hoppá. Jó, ennyi volt. Elakadtunk, ennyi volt, nem, de ennyi jó volt. Jó volt ez, jó volt ez. Jó, most már gyűjtöttünk egy-két ilyen részletet, elég nem gondoltam, hogy így el fog menni az idő, mert 17:54 van, tehát nem sok azt időnk van mindenit. Már. Azt a mindenit. Van felvételünk még a... Van felvételünk még... Tegyél be, amit gondolsz, ami eddig nem volt. Nézzük meg, hogy te mire gondolsz. Én nagyjából tudom, mik vannak, csak... Hát biztos, legyen, igen, hogy ne én kérjem a be. Ne én kérjem be, mert tudom, hogy miket kértem egyébként, hogy mik legyenek ott. Tehát nyilván van egy kör, amiből tud választani a Zoli. Hogy valamit most betesz, amit... Jaj, de szerettem ezt. Úristen. Na hát Oklahoma, ugye? Pici részlet. Mondd már el nekem, te miből jöttél rá? No! Miért mondtad el? Mi az Istenért mondtad el nekem? Tök minden. Nem vagyok minket élni! Szeretetek! Hagyj békén! Nem teheted ezt meg! Nem vagyok hozzá, hogy te tudod! Igen, úgyis elmegyünk! És soha többé nem fogsz látni, érted? Soha többé, anya! Tehát nem hagyhatsz csak úgy itt. Soha többé. Én nem én voltam. De nem én mondtam el, anya mondta el, nem én voltam. Az ugyanaz. No. Jó, hát lútbőröztem. Hú, ez egy nagyon durva jelenet volt. Igen. Ja. Hát elég komolyan jöttek elő ebben is a színész energiák ebben az előadásban. Nagyon sok minden találkozott az Oklahomában, nem tudom, hogy kik látták, kik nem, picit reklámhelye, ez az előadás vissza fog jönni Salgótarjánba. Igen, a visszatartós bérletbe, tehát hamarosan ezt láthatja újra a salgótarjáni közönség. Hát nagyon várom ezt az előadást, mert nagyon, nagyon sok csillag együtt állt ebben. Igen, az előadásban. Így van. Hát nem tudok most mit mondani erre, csak mondom, hogy én is így lúdbőröztem most, hogy ezt a pici részt így nyilván visszajön. Tehát az emberen tehát néz így valamit, amit csinált, hát nem is értem így magam, tehát hogy az ki, meg én itt most így ülök, azt, ott meg az van, hát nem, szóval folyik ott minden, taknyad nyálad egybe, hogy az emberen tényleg így nyomnak egy gombot. Tehát valószínűleg, hogyha most ez itt átvarázsolódna azzá a helyzetté, és önök itt ülnének tovább, akkor tényleg az van, hogy tehát nyilván ez nem ilyen, de hogy így egyszer csak így jön ez a dolog, és csodálatos. Igen, ezen a pályán. Igen, persze furcsa ez, hogy így visszanézi az ember ezeket a dolgokat, mert igazából persze a nézőnek nem olyan jó, mert ő csak lát valamit. Uh-huh. Egyébként nagyon érdekes az oda vezető út.
ahogy ez a jelenet itt megszületett, hát én emlékszem azért erre, hogy ez hogy született na, meg. Na mondjad. Hát nem az, hogy mennyiféle lehetőség, igen, mennyiféle igen, irány, mennyi próbálkozás, hogy már eleve három ilyen színésznő feszülött egymásnak. Igen. Ez azért, hát azért elég komoly volt nekem ezt végignézni. Stimmol. Férfiként, uh-huh, hogy három ilyen nagyon markáns, nagyon karakteres, uh-huh, erős személyiség feszült egymásnak, és ebben a jelenetben még nem volt ott a virág, aki igen, a maga módján ott volt a negyedik kutyaerős nő. Tehát, hogy hogy viselnek meg az ilyen szerepek? Végülis erre akartam itt valahol kijönni, mert ugye az, hogy most a Csuriné az egy jó játék, az egy jó karakter, de ezek vagy éppen a rettenetes szülők féle szereped, azért úgy gondolom, hogy a Black Comedy-ben is játszottál, és azt nem érdeztem, hogy visel ez meg? Megvisel ez otthon? Előjön ez? Vajas kenyér kenegetés közben? Na ezért vonulok én el. Tehát amikor éppen más próbálok, akkor is ezek miatt vonulok el. Nem. Amikor elvégeztem a színit, és ugye én Miskolcra kerültem vissza, ugye onnan is vettek fel negyedszer, és amikor visszakerültem, na hát ott még azt éltem meg, hogy ugye ha én voltam Irma az üvegcipőbe este, akkor én otthon is Irma voltam. Nem lehet. Tehát egyrészt nem csak azért nem lehet, mert ez nyilván az a férfi ember is, akivel együtt élsz, nem igazán nem fogja elviselni ezt a dolgot, hanem nyilván neked is van egy idegrendszered, egy lelked. Ráadásként ugye akkor még abban a miskolci időszakban ugye egy vidéki színháza volt olyan, hogy 30 nap a hónap, de volt nem tudom 35 előadás. Mindegy, a lényeg mostanra, hogy valahogy megint visszajön az apám, ő valahogy úgy fogalmazott, hogy az a jó, azt mondta, hogy te egészséges vagy. Lehet talán érték, hogy itt, meg itt. Nem azért, mert nem fogyasztok alkoholt, vagy nem dohányzom, tehát nyilván nem így értette, hanem hogy valami olyan idézés, egészséges hozzáállással, hogy nem fogok belehalni. Tehát, hogy ott megtörténik a dolog, meg nyilván futás köze, vagy stb. Én gondolkodom ezen, megtörténik, és ehhez nyilván kell egy tudatosság is, hogy akkor én hazamegyek, és akkor a zöldborsó főzeléket azt már nem IV-ként fogom kavarni, és akkor én ezt átviszem az életembe. Mondom, megtapasztaltam, hogy az milyen, borzalmas, de nyilván ehhez évek kellettek, tapasztalat, én nem szeretem a profi szót, az nekem valami más jelent, az egy hideg ügy, ha valaki profi. De hogy a magam módszerével, én egyébként azért a Marjai Virág szoktani azt mondani, hogy te azért egy ilyen spirinő vagy, és mindig így hozzád rakja a kezét, hogy ilyen spiri, de azért a zöldborsó főzeléket azt nem spiriből főzöm. De nyilván ezekkel az energiákkal azért már tudok úgy bánni, ez nyilván önismeret kell, tudatosság, hogy nem halunk bele. Tehát ott lehet, tehát ott megtörténik ez a dolog, lejössz, lecseng, és akkor van az életnek egy további csomó része, én is tényleg gyógyásul itt végeztem. Tehát egy csomó minden van, tehát nem csak az, hogy színe, de az is abba bele őrülök, és azt gondolom, hogy jól kezelem már, most, nem mostanra, nem már évekkel ezelőtt ezt a dolgot, hogy ott megtörténik, ott tényleg ilyen erős, már abba bele kell állni, és én azt szépen tudom a magam módszereivel, hogy azt nem visszük már haza. Miért nem szeretsz meghajolni? Jaj! Nem a fél lábbal már kint vagyok a kocsimon is. De azért vald be, hogy most, hogy most kérted. De nem akárhogy, tehát kimentem a színpad szélére, és én nem hát, tudom. Láttam most a Szentpétert, nem tudom, volt-e valaki a Szentpétert nézni. Ugye az előadásnak kellett nyilván egy felújító próba, mert régen ment az előadás, de után próbáltunk, tapsolt próba, mert azt is mindig elrontják a színészek, mert igazából azt hiszik, hogy ez nem fontos. De az pedig. Nagyon fontos. És akkor így megjegyeztem a tapsolt próbáját, és szeretném megkérni Kovács Vanda művésznőt, hogy legyen kedves, hajoljon meg a végén. Mert néha, mire odanézek a színpadra,
és már Vanda nincs a színpadon. És higgyék el, hogy nem tiszteletlenség. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, és ezt nyilván ilyenekből tapasztalom, hogyha én elmegyek egy, nem tudom, a legkisebb faluba elmegyünk játszani, vagy soha nincs bennem ilyen, tehát igenis, hogy meg kell tisztelni azokat a tündéri embereket, akik kifizetik ezért a jegyet, időt szánnak rá, fölveszik az édes kis ruhájukat, és szerintem ettől én mindig meghatódok, és eljönnek, tehát nincs ilyen, hogy akkor én most ott azt így dobom, meg úgy dobom, tehát itt sem tiszteletlenség, én nem tudom, hogy miért, már hogy úgy, hogy nem az, hogy úgy mennék, mert ez sem igaz, hanem én úgy odaraktam azt a dolgot, és akkor na, jó van, még, ez halloween, meg az... És jó. Az van benned, hogy az nem volt jó? Nem! Ezért nem olyan szó? Nem. Hát akkor miért, nem, de mi ez Feri, a... Mert ugye ez történik, ezt meg kell mutassam. Tehát bárhol áll a színpadon, általában nekem ilyen mániám, hogy a tapsrend az nem feltétlenül ilyen rögtön egyenes sor, hanem valami térben valahol elpakolt emberek vannak, és a hát Vanda bárhol áll, ennyi a meghajlás. Tehát 14 szereplő van, mire a néző észrevette volna, hogy kihajolt meg, ő már áll. Tehát egyszerűen nem. Most azt csinálta, hogy ebben a Szentpéterben ugye körülbelül egy ilyen 6 méterre lehet a színpad elejétől, tökéletesen a színpad elejétől, és jött a Vanda, és most 6 métert kigyalogolt, kitette a lábát így a színpad szélére. Én megtettem. És meghajolt, és várta, hogy jelzem-e, hogy egyáltalán láttam. Hát aztán fölhívtam telefonon másnap, hogy ugye láttam. De nem, közben meg tényleg, tehát na, akkor most az a következő projektem, hogy erre oda fogok figyelni. De ez sem mindig ezt sem. De hát... Én nem tudtam azt mi, hogy ez nem, miért van. Nem, mert azt annyira, erre nincs ok. Mert annyira, ha olyan lenné, aki ilyen lenne, nem, akkor nem játszaná el itt. Aha. Tehát, hogy azt tudtam, hogy ez nem az, csak azt nem tudom, majd nem igazából tudom összerakni, hogy ez miből van. Nem tudok válaszolni, viszont azt gondolom, hogy igazad van, és azt gondolom, hogy erre oda kell figyelni. Mert hogy úgy erre azt is észreveszem, hogy ostorozod magad. Aha. Tehát, hogy csapod magad, mert hogy ugye... A kapcsolatok mindig nagyon érdekesen alakulnak, pláne ilyen rendező-színész beszélgetések, igen. Hogy hát van-e beszélgetés, hogy a rendező is néha azt mondja, hogy hát most ugyan hallgat rám, hogy komolyan veszem, mit mondok, azt csinálja, vagy csak igen. Mi meri? Igen. Vagy csak azért csinálja meg úgy, mert azt mondták? Aha. Tehát ezek nem könnyen alakulnak ki, hogy persze. Az ember elkezd bízni persze. Valakiben, igen, 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 hogy igen. Azt mondod, hogy így valami, és akkor jön valami. Uh-huh. Tehát ez egy jó dolog, és úgy gondolom, hogy ennek köszönhető a 3 év utáni beszélgetésünk is valahol, hogy eljutottunk egy másik szintre abban a kapcsolatrendszerben, amiben vagyunk. Nézzünk meg egy videót, ugye Oklahomát láttunk, nézzük ezt a rettenetes szülőket, mert szerintem ez egy eléggé hát ez kemény szép előadás, és bár azt mondjuk, most mondjuk, hogy kemény, meg nehéz, persze nehéz, de egy gyönyörű szép előadás, és nem lett olyan nyomasztó, mint amilyennek így most gondoljuk. Uh-huh. De hogy nem, Béla, azt mondod? De az nem. Nem tudom. Olyan érdekes volt, nézték a nézők, és én is arra számítottam, hogy ez mélyet fog ütni, persze mélyet üt az előadás, de mégis könnyedén jutottunk el a mélyütéshez. Valahogy legalábbis az volt a cél valahol, hogy ne csináljunk egy ilyen... Hanem annyira egy, nyomasztó. Hanem, hogy mert nyomasztó volt az Oklahoma is, de ott is azt hiszem, hogy könnyedén jutottunk el ahhoz a borzalmas, uh-huh. borzalmas rétegekhez, ami az Oklahoma. Igen, csak itt egy gyerekről van, és az mindig... Ja, értem. Értem. Aha. Hát igen, jó. Na mindegy, nézzünk bele. Mindig az jár rosszul, aki nem látja ezeket az előadásokat, mert akkor nem tudja mihez. Hogy mi az a részletes. Sofi! Ne féljön meg! De én siettem meg, előbb itt akartam lenni. Barátnő? Oda fent! Hívd le! Vádlen! Ja, persze, nem hallani fel semmit. Szerencse. Mert? Mert úgy kell intéznünk, hogy apád 4 szem köz beszélhessen a barátnőddel, semmi szükség rá, hogy az anyád is ott legyen és beleavatkozzon a dologban, majd amikor végeztek, nincs legyen.
Angyal! Szólok neki! De hát ez egy ördög. Ez egy ördög? Nem. Jó, oké, ez csak egy ilyen kis villanások, hogy picit beidézzük ezt az előadást. Azt a narancsárga kabátot meg akartam szerezni, még nem sikerült. Hát ugye még... Az nagyon tetszik. Műsorom van az előadás. Igen. Dolgoztál sokat ezen, hogy a ruháid itt rendben legyenek. Jaj, Feri, hagyjuk már a ruhákat. Nem? Volt rajta de, meló. De, és sokat dolgozom a jelmezeiben, igen. Tehát azt is, hogy tudom kifúrni azt, ami úgy látom, hogy nem működik. Igen. Ki tudom, meg tudom. Tehát egy színésznő tudja úgy használni azt a ruhát, vagy hordani, hogy az legyen, hogy ne, vannak. Tényleg igazad van, nem jó. Azt mondtam a legutóbb a jelmeztervezőnek, hogy nem érdekel, tegyél föl a válfára egy ruhát, egyet, nem hármat, egyet, írd rá Kovács Vanda, és akasz be a helyére. Kész. Szívd alá nevem, hogy én küldtem. Na, hát Vanda. Hát Feri. Én örülök, hogy itt voltál ma este. Elvileg 18 óra 10 perc van. Ígéretem a szíven. Ott tartunk, ahol ilyenkor tartani szoktunk. Béla nagyon ügyesen már beleszólt. Ha bárki bele akar szólni, tegye meg. Jaj, boldogan. Beszélgessünk. Abszolút. Egy picit. Mert hogy tök sokat lehetne beszélni. Sok mindenről beszélt a Vanda, ha most nekem elhiszik, a mi ismeretségünk okán nagyon sok mindent mondott is. Ennek nagyon örülök, hogy nem egy ilyen kínlódós, te Vanda, figyelj, mondd már, légy szíves, tehát hogy ez nagyon, nagyon örülök, hogy nekem egy nagyon tetsző. Hát nekem meg nagyon jót tett most ez a beszélgetés, és az, hogy így kíváncsiak voltak rám, és nagyon jót tett, hogy láthattam ezeket a részleteket, mert az utóbbi időben tényleg be vagyok egy kicsit gubózva, de nem azok miatt, a dolgok miatt, amikről beszéltünk. Hát valószínűleg most van egy ilyen periódusom, de azt hiszem, hogy ez most nekem az én lelkemnek nagyon, nagyon jót tett, hogy hello, Vanda! Hello, te vagy. Ha mondhatnám egyébként, igazából keretbe rakva most azt kellene mondanom, de nem kell, hiszen minden szavát pontosan tudod. Az lenne a legszebb, ha most azt mondanám a Zolinak, hogy csináljuk azt, hogy tegye be az első videót újra. De most nem kérem ezt, tőled kérem, igen, hogy majd amikor kiérsz most a szállodába, igen, akkor vedd elő a telefonodat, keresd meg a megfelelő csatornán ezt a beszélgetést, és 3 perc 09-nél kezdődik, uh-huh, és hallgass meg még egyszer. Uh-huh. És akkor én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, beszélgettünk. Köszönöm. Szokott lenni olyan, hogy ezt az üres üveget mindig odaadjuk annak, aki eljön beszélgetni. De tudod, hogy én mennyit iszom, hát ez mindig probléma színpadon, hogy na Vandának megint ki kell menni vécére, mert iszik. Vizet. Jaj, de jó, gyönyörű. Hogy legyen egy pici emléket, hogy itt voltál nagyon nálunk. Nagyon köszönöm, szépséges. És nagyon köszönöm. Köszönöm. Kapok puszit? Hát szerinted? Ölelépű. Önöknek nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. És hogy meglegyen a teljes keret a történet, és természetesen rá lehet repülni a Vandára, mert most csak erre mehet ki. Tehát nem tud elszökni az öltözőbe azonnal, meg beülni egy kocsiba, mert én nekem kell kivinni a szállodába, mert nem vezet. Tehát akkor fog elindulni, amikor én elindulok. Tehát nyugodtan lehet vele beszélgetni, selfit csinálni, közös képet kitenni a megfelelő oldalakra, hogy itt jártak nálunk. És legközelebb, nem tudom hanyadikán, de jövő hónapban Rácz Jani jön. János, nagyon szeretem őt. Én is, úgyhogy ő ül legközelebb. Jó, de jó, szépen. Ez nagyon jó. Köszönjük szépen, további szép estét. Köszönjük szépen. Segítettél. Jó. Jön.